Sziasztok! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves tanárunkat és diáktársunkat! Ma a Vízvilág napja alkalmából készítettek a kiszöldek egy figyelemfelhívó előadást. Reméljük, mindenki számára hasznos lesz. Fogadjátok tőlük nagyon sok szeretettel! A Vízvilág napja minden év márciusában kiváló alkalom arra, hogy megálljunk egy pillanatra és elgondolkodjunk. Elgondolkodjunk azon, hogy nekünk miről is szól ez a nap, nekünk mit is jelent a víz, és hogy miért is kell a víznek világnapot szentelni. Az idén más aspektusból is felhívja figyelmünket az élet erre a napra. Az ENSZ 1993-ban, március 22-ét jelölt ki a vízvilágnapja dátumaként, melynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön ez a nélkülözhetetlen természeti kincs. Ez a jeles nap minden évben más és más nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz alapvető szereplőre. Minden évben újabb és újabb irányból világítanak rá a fő üzenetre, és szembesítenek minket azzal, hogy az élet milyen sok területe kapcsolódik a vízhez. Talán most van az a lélektani határ, hogy rádöbbenjünk végre, ha nem teszünk valamit, ha nem lépünk rá közösen, mi magunk fogjuk elpusztítani a saját bolygónkat, és vele együtt saját magunkat is. A természet folyamatosan küldi a vészjelzéseket. Árvizek, aszályok, extrém időjárási körülmények. Mi kell még? Mi kell még, hogy észrevegyük azt, ami már nyilvánvaló? Össze kell fognunk, hogy közösen menthessük meg a bolygót. A világban jelenleg is zajló koronavírus járvány is pontosan megmutatja azt, hogy figyelnünk és vigyáznunk kell. Magunkra, egymásra és erre a kincsre is. Valamint azokra, akik hazánkban az év minden napján 0-24 órában azért dolgoznak, hogy minden lakásba eljusson a tiszta, kiváló minőségű ivóvíz, valamint hogy a szennyvízelvezetés és a szennyezett víz tisztítása is megoldott legyen. Legyen ez a mai az ő napjuk is. Álljunk meg egy pillanatra, és holnaptól próbáljunk meg tudatosabban élni. Bánjunk úgy a vízzel, hogy ez a következő generációk számára is elérhető kincs legyen, és tekintsünk úgy a környezetünkre, a Földre, hogy rajtunk kívül még több mint 7,5 milliárd ember éli, akinek szintén szüksége van erre a bolygóra, valamint a tiszta vízre, levegőre. Tegyünk meg mától mindent annak érdekében, hogy gyermekeink, unokáink számára is olyan vízkészlet legyen elérhető, ami a mai nap nekünk még a rendelkezésünkre áll. A Vízvilág napja március 22-e. Az ENSZ 47. közgyűlése a dublini és a Rio de Janeiro-i konferenciák javaslatára március 22-ét a Vízvilág napjává nyilvánította, és így 1994 óta, most már több mint egy évtizede emlékezünk meg a természeti kincsünkre. Az ENSZ közgyűlése a 2005-2015 közötti időszakot a Víz az életért cselekvés nemzetközi évtizedének megnyilvánította, amely kiváló lehetőséget biztosít a problémák nagyságának kiemelésére és az érdekeltek összefogására a megfelelő megoldások megtalálása érdekében. A víz maga az élet. Minden élőlény elsősorban vízzel táplálkozik. Sejtjeink, szerveink folyamatosan igénylik a kellő működéshez a folyadékot. A víz és az emberi szervezet. Egy 75 kg-os felnőtt szervezet 50 liter vizet tartalmaz. Egy ember évente több mint 1000 liter folyadékot iszik. A vesékel naponta 180 liter testlet folyik át, az agynak 75-78%-a, a vér 86%-a, a szív 77%-a, a máj 84%-a és az izmok 70%-a víz. Vízes szüksége van a szervezetnek, a légzéshez, a víz párosítja a levegőt, amit belélegzünk. A testhőmérséklet szabályozásához a víz szállítja a tápanyagokat a sejtekhez. A víz segíti a tápanyagok felszívódását és átalakítja energiává. A víz eltávolítja az anyagcsere során keletkezett felesleges terméket, a víz teszi rugalmasra az ízületeket, a csontok összekapcsolódásához. Víz az ember számára. Az alábbi két ábra szemlélteti, hogy az emberi test mennyi vizet is tartalmaz. A magzatnál 90% a víz az emberi testben, egy újszülött kisgyereknél 80% a víz, egy gyermeknél 75% a víz, egy felnőttnél 62% a víz, és egy idős embernél 55% a víz.
vagyod 75%-át alkotja, a tested és a hőmérsékletét szabályozza, vér 83%-át alkotja, segít a méretlenítésben, csontjait 22%-át teszi ki, kipárnázza az ízületeket, segíti a táplálékot és az oxigént a sejtekhez jutni, benedvesíti az oxigént a légzéshez, segít a táplálék energiává alakításához, védi és kipárnázza az életfontosságú szerveket, segít a testednek a tápanyagok felszívódásában, az izmait 75%-át teszi ki. Mire is jó a víz? A víz rengeteg élőlének élőhelyként szolgál, például harak, rákok, hínálók, delfinek, de van olyan élőlény, akinek innivalóként is szolgál a víz, ilyen például az ember, a házi kedvencek és minden állat. Egy pohár víz megfelelő időben megmentheti az életedet. Ébredés után segíti a belső szervek aktiválódását, étkezés előtt fél órával segíti az emésztést, fürdés vagy zuhanyzás előtt segít a vérnyomás csökkentésében. Lefekvés előtt segít elkerülni a szívrohamot és az agyvérzést. Ma mennyi vizet ittál? Az édes víz az ember számára iható víz, amint az arábi ábra is szemlélteti, és a ábráni tó látható, ami nagyon sok halnak a délőhelyet. Az ivóvizek fajtái. Hazánkban megtalálható a vezetékes ivóvíz, palackozott ivóvíz, forrásvíz, szikvíz vagy szóda, ásványi anyaggal dúsított ivóvíz, ízesített víz és természetes ásványvíz. Mennyi vizet használ el egy átlagos magyar ember? Kádfürdő, 100 és 120 liter vízfogyasztás. Zuhányzás, tusolás, 40-70 liter vízfogyasztás vesz igénybe. Mosás mosógéppel 40, de akár 60 liter vizet is igénybe vehet. A vécéörlítés 10 és 15 liter közé esik. Kézmosás 3 vagy 5 liter lehet. Mosogatás kézzel 40-80 liter vízfogyasztással jár. Mosogatás géppel vagy kézzel 10-15 liter vízfogyasztás. Vízfogyasztási statisztika. 1 köbméter víz 1000 liter víznek felel meg. Egy átlagos városi család 4 fő napi vízfogyasztása körülbelül 600 liter. A föld felszínének mintegy 70%-át víz borítja. Ennek 97%-a sós és csak 3%-a édesvíz. Az édesvíz 75%-a állandóan fogyott állapotban van. Így a föld teljes vízkészletéből csak 0,85% marad alkalmas emberi fogyasztásra. A víz mint éltetőerő. Természetesnek vesszük, hogy az ivóvíz a megfelelő mennyiségben mindig rendelkezésünkre áll. Ennek következtében sokszor nem úgy viszonyulunk a vízhez, ahogy ez megérdemelni. Pazaroljuk, szennyezzük, nem vigyázunk környezetünkre. Ha a világ minden vizét egy vödörbe öntenénk, az emberi fogyasztásra rendelkezésre álló édesvíz kevesebb, mint egy teáskanálnyi lenne. Ebből a teáskanálnyiból kell megtermelni növényeinket, és ezt használjuk ivásra, fürdésre, úszómedencéink feltetésére, vízilabda meccsekre. A víz és az ember. A föld 78%-a víz. Vannak olyan helyek, ahol az embereknek nincs ivóvízé. Ha nem gazdálkodunk okosan, a vízzel hamarosan elfogy. A jobb oldali képen a kis gyerek nem hidratál és nem kap elegendő vizet, hogy a szervezetének elég legyen. A vízválság, avagy a vihar a teáskanálban. Ma miközben vízönti el Bangladesh falvait. Mi feltöltjük otthoni úszómedencéinket, míg délen egész országokat sújt szárazság. Mi egyre nagyobb gyepeket és golfpályákat építünk, és egész éjszakákon át öntözzük őket. Megdöbbentő tények. 1995-ben a föld lakosságának 40%-a, azaz 80 ország küzdött súlyos vízhiánnyal. 2032-re ez az érték 50%, Nyugat-Ázsiában 90% lesz. A víztől eredő betegségek évente 4,2 millió ember halálát okozzák. Körülbelül 1,1 milliárd embernek nincs biztonságos ivóvize, 2 milliárd embernek biztonságos tisztálkodási lehetőség. Az édesvízkészletnek nem csak a mennyisége csökken világszerte.
hanem minőségük is romlik, hiszen sok édesvízrendszer még inkább szennyezetté válik az emberi, mezőgazdasági és ipari kibocsátásoknak köszönhetően. Ritkán érdemes elgondolkodni, ha mennyire szennyezik a vizeinket. Az óceánokban évente 2,6 millió tonna nitrát, 2,5 millió tonna cink, 370 ezer tonna ólom kerül. Folyóba, tavakba pedig 300 milliárd liter szennyvíz kerül. A mezőgazdaság évente 80 millió tonna műtrágyát használ. Évente több mint 120 millió tonna mosószer, amit most használunk fel. A képeken a Tiszában való szennyezés történik 2000 környéken. Szilyen szennyezés volt. Nagyon sok hal és nem egy pusztult el. Tengeri élővilág pusztításának egyik módja a Fülöp-szigetek mentén a Coca-Cola-s üvegen egy korán elaludt gyutacs látható, benne pedig robbanóanyag. A robbanás során fellépő nagy nyomás megöli és a felszínre löki a közeli halakat, de közben pusztítja a korallzátonyokat. A vízszennyezés az állatokra nézve is veszélyes. A víz az élet feltételein közé tartozik, akár csak az levegő és az étel. Minden élőlény számára nélkülözhetetlen. Ha a vizeink beszennyeződnek, az az állatvilág csökkenéséhez vezethet. Olajszennyezés. A két képen azt láthatjuk, ahogy a tengerek és óceánok olajjal vannak szennyezve, és az élőlények sem bírnak megmaradni benne. Az Exxon Valdez tankhajó a szerencsétlenség után. Az olaj folyt Franciaország partjainál. Ügyelj a víz tisztaságára. A képeken azt láthatjuk, ahogy mind a két víz meg van szennyezve. Mit tehetünk a vízszennyezés ellen? Ne szemetelj, ivóvizeinket ne szennyezzük. Környezetbarát mosószereket használjunk. Ne használjunk sok kozmetikai eszközt, például köröm, lakkot, dezodorant. A strandon minél kevesebb napolajat használjunk, és azt is csak akkor, miután kijöttünk a vízből. Az elhasznált étolajat és vegyszereket a megadott gyűjtőhelyekre adjuk le. Védj a vizet! Köszönjük a figyelmet! Abelovszky Horváth Andrus, Máté Petra, Per Mente, Farsa Mirko, Nemes Zsófia, Rodorina, Torma Lili, Fülöp Bálint Tamás, Virág Mercedes, Balicán.